Kedves nézőink, befejezésül következzék a terasz, amelynek mai vendége Csonkáné Krüczner Márta aerobik oktató, gyógytornász. Kérem, maradjanak az Ajka TV képernyője előtt. Szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét itt vagyunk a teraszon, mai beszélgető társam Csonkáné Krüczner Márta. Szeretettel köszöntelek a teraszon. És üdvözlök mindenkit. Én még ott tartottam, hogy te óvonőként dolgozol, és aztán megtudtam rólad, hogy most már nem, hanem aerobik edző vagy. Az elmúlt időszakban mi történt veled? Mikor történt a váltás, és miért? Igen, hát ez egy lassabb átalakulási folyamat. Én mindig is óvónéni szerettem volna lenni, már gyerekkoromban, és hát ezt szerint tanultam is tovább, és 94-ben kezdtem el ugye az óvónéni pályafutásomat, még akkor a Szentgáli óvodában, utána kerültem a Patakparti óvodába, és hát a Zöldikék óvodából jöttem el, úgymond. Hát, hogy hogyan kerültem az edzői pályafutásra, ez igazából a gyermekemnek köszönhető, a legidősebb gyermekemnek, hiszen sajnos gyerekkorában egy elég súlyos betegséggel küzdött, a krónikus izületi gyulladással, és én sokkal többet megszerettem volna tudni az emberi testről, az izmokról, az izületekről, hogy tudjak a gyerekemnek segíteni. És hát elvégeztem a gyógytestnevelő tanári főiskolát, és tényleg ott részletes anatómiai tanulmányokat folytattunk, és ezen a főiskolán találkoztam először, egy fél éves kurzus volt az aerobik, ahol nekem nagyon megtetszett, és én elhatároztam, hogy ha itt ezzel az iskolával végzek, akkor valamilyen szinten bekapcsolódok egy ilyen tanulmányba. Mivel óvónéni voltam, úgy gondoltam, hogy a gyerekvonalon kellene haladni, hogy a gyerek aerobikkal szeretnék foglalkozni, felkutattam, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen tanfolyamok, és így találtam meg a Dynamic Aerobik módszertant, ami szerintem egy rendkívül aranyos kis módszertan, hiszen versikékkel, mondókákkal tanítja a gyerekeket a mozdulatokra, és hát óvónősködés mellett elkezdtem az óvodában ezzel foglalkozni, így délutáni foglalkozásokként, és úgy láttam, hogy nagyon népszerű, egyre nagyobb igény van rá, úgyhogy már nem csak abban az óvodában tanítottam, ahol dolgoztam, a Patakpartiban, hanem mentem a többi óvodába is, és egyre inkább beleástam magam ebbe a történetbe, és úgy gondoltam, hogy én szeretnék erről a sportról többet tudni, és ekkor találtam ki azt, hogy elvégzem a sportedzői iskolát is, aerobik szakon, és ezzel 2009-ben végeztem, ha jól emlékszem, és akkor elkezdtem már felnőttekkel is foglalkozni. Na most ez ugye párhuzamosan ment az óvoda, és az aerobik edzősködés, illetve már akkor bekapcsolódott a gyógytestnevelés is, hiszen az óvodában kiszűrt gyerekekkel foglalkoztam délelőttönként, különféle mozgásszervi problémájukkal, illetve gerinc problémákkal, és egy idő után úgy éreztem, hogy sok, hogy ez így nem fog működni, hogy ennyi felé, úgymond azt szokták mondani, hogy egy seggel nem lehet több lovat megülni, úgyhogy el kellett döntenem, hogy mit szeretnék, hogy jobban beleásom magam az aerobik sportágba, vagy maradok óvónéni, és akkor maradok csak tovább ezen a gyerek aerobik szinten, és hát 2012-ben döntöttem el, akkor már ugye 2 éve érlelődött, hogy váltok, és akkor csak az egyesülettel foglalkoztam, akkor nem is csináltam mást, és később lehetőség adódott, hogy óraadóként, iskolákban gyógytestnevelőként dolgozhassak, és úgy gondoltam, hogy 1-2 óra azért úgy belefér naponta, most ez odáig fajult napjainkban, hogy most már teljes állásban vagyok a nevelési tanácsadónál, és 21 órában dolgozom, 5 iskolában tanítok gyógytestnevelést, Tüskeváron, Devecserben, a Molnár Gábor iskolában és Kislöldön.
Hát akkor igazából nem lett egyszerűbb az életed semmivel sem a váltást követően, mert hiszen visszatértél ahhoz, hogy délelőtt is elkötelezted magad. Hát nem egészen, mert ez 21 óra. Óvónőként viszont 32-t, vagy akár 40-et is dolgozni kellett, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez most még mindig belefér, de ennél többet már igazából nem szeretnék így gyógytestnevelőként vállalni, mert ez így a kettő együtt azért elbírható. A tanulás és a munkád, illetve az aerobik mellett, hiszen akkor már létezett az egyesület, és akkor már versenyeztetek is. Igen. Hogyan élte ezt meg a családod? Hogy most igazából nekik is részt kell venni mindenben. Hát igen, az, hogy egyáltalán a főiskolákat is, ugye a diplomákat meg tudtam szerezni, ehhez tényleg kellett egy olyan családi háttér, amiben oroszlánésze volt szerintem édesanyámnak, aki vállalta sokszor a gyerekeknek a felügyeletét, illetve a férjemnek. Azt szokták mondani, ugye fordítottan mondom most, hogy minden sikeres nő mögött áll egy erős férfi, aki otthon viszi a prímet, és hát nálunk ez szerencsésen alakult, hiszen a férjem otthonról dolgozik, és így be tud segíteni nekem a gyerekek rendezésébe. Sőt, megtanult főzni egy 5 évvel ezelőtt. Ennek mindenki örül, és jobban főz, mint én. Igen. Úgyhogy sokat köszönhetek neki egyébként így az egyesülettel kapcsolatban is, mert maximálisan támogatott mindenben. Egy nagyon jó háttér, adminisztrációs, ügyintézős, könyvelővel kapcsolattartós, tehát igazából tanácsadó minden. Az egyesületi munkában ki van még a segítségedre? Hát most már elég sokan, hiszen ahogy egyre jobban belemélyülünk itt a versenyzésbe is, egyre több egységet viszünk ugye versenyezni, ez egyre nagyobb felkészültséget igényel, és be kellett most már vonnom torna akrobatika edzőket is ugye segítségként, ők Veszprémből érkeznek hozzánk, illetve most már 3 éve dolgozunk együtt válogatott versenyzővel, aki segíti a munkánkat. Mint versenyző jobban ismeri ugye a koreográfia készítést, illetve rendkívül kreatív ember, aki egyébként ilyen főiskolát is végzett, művészeti főiskolát, és ez meglátszik a koreográfiainkban is, hiszen rengeteg olyan szép része van, ami szerintem nekünk nem sikerült volna beletenni, csak egy ilyen kreatív embernek, mint ő. Említetted, hogy az egyesületnek megváltoztak a viszonyai, hiszen most már a versenyzésre jobban tudjátok a hangsúlyt fektetni. Mikor történt ez, és honnan indultunk, és hol tartunk most? Hát kezdtük ilyen nagyon pici kis versenyeken. Ugye, mivel a dinamik módszertant tanultam, ez egy abszolút speciális módszertan, és ennek van egy versenysorozata is. Mi ott kezdtünk versenyezni. Viszont ahogy idősödtek a gyerekek, én úgy gondoltam, hogy ezt az óvodás, kis versikés, kis figurázós koreográfiát ők már kinőtték, és igényünk volt arra, hogy egy kicsit komolyabbá tegyük mind a versenyzési szintet, mind pedig a tudás szintet. Most ebben nagyon nagy segítségemre volt annak idején a Dinamik Sportegyesületnél Engel Bettina, aki egyébként a TFN tanított is, illetve hát hozzájártam a sportedzői iskolába is, akik már akkor versenyeztek magyar bajnokságon, és az első úgymond kis lépéseinket ő támogatta és ő segítette. Ez egy nagyon nehéz út, mert nagyon bonyolult a szabályrendszere, sok kategória van, tehát nagyon sokat kellett tanulni, és tanulok a mai napig szakemberektől, ahhoz, hogy egyáltalán sikereket tudjunk elérni. És hol tartunk most az eredményeket illetően? Most azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg az, amit el szerettünk volna érni, azt most elértük 2018-ban, hiszen a legtöbb egységünk dobogóra állhatott, és ez volt az álmunk, ez volt a vágyunk, mindegy, hogy melyik fokára, de hogy felemelő érzés az a gyerekeknek, hogy több éves munka után odaállhatnak a dobogóra, és bronz, ezüst vagy akár aranyérem csillog a nyakukban, és ez egy kicsit úgy visszaigazolás is az elmúlt 10 éves munkánkra.
Tudtok-e nyáron pihenni, van-e idő arra, vagy folyamatosan táboroztok a gyerekekkel? Azért volt, két hét pihenő volt, de voltak táboraink. Volt ugye egy az óvodásoknak, egy az iskolásoknak, de a korábbi évekhez képest most egy kicsit visszavettünk, hiszen nagyon elfáradtunk, nagyon hajtós, nagyon húzos volt a tavaszi évad, nagyon oda tettük magunkat, jó, hát meg is látszott az eredményeken, de úgy gondoltam, hogy egy picit többet fogunk pihenni most idén nyáron, úgyhogy most kezdtük, a múlt héten kezdtük el az edzéseket újra. Hát azt mondom, hogy még csak szálingóznak a gyerekek vissza. Igen, mégis csak augusztus eleje még azért nyaralgatnak, úgyhogy olyan komoly munkát nem tudunk még végezni. Én úgy gondolom majd, hogy majd 20-a után fog ez úgy teljes mértékben visszaállni, visszarendeződni. Mikor kezdődik számotokra a következő versenyzési időszak? Hát most kellene már elkezdenünk ugye a felkészülést. Én mindig mondom a szülőknek, persze nehéz ezt így, hogy nyaraljunk is, pihenjünk is, de már el kell kezdenünk felkészülni, hiszen nagyon korán, október 6-án lesz a következő versenyünk, és egy hónap általában nem szokott elég lenni a felkészülésre, vagy úgy visszarendeződésre, egy kicsit azért merevebbek lesznek, újra el kell kezdeni nyújtani, újra elő kell venni a koreográfiákat, csinosítgatni, szépítgetni, úgyhogy ez egy rohammunka lesz, egy másfél hónapos rohammunka. Változás előtt áll az életed. Remélem elárulhatjuk igen. A titkot. Igen, hát egy új szerephez kell hozzászoknom, hiszen nagymama leszek, úgyhogy hát izgatottan várom, igen. Az első alkalommal, amikor közölték ugye a fiamék, aki nem annyira fiatal, hiszen 27 éves, tehát igazából nekik azért időben van. Az én gondolataimat kell egy kicsit átrendezni, hogy bővül a család, a feladatok. Egyrészt, hogy bővül a család, a feladatok, hogy majd erre is kell időt szakítani, mert szeretnék mindenféleképpen. Nehéz lesz úgy, hogy hétvégenként ugye versenyekre kell járni, de időt fogok szakítani az unokámmal való foglalkozásra. Nem biztos voltam. Van-e még valami olyan vágyad, terved, amire eddig nem volt időd, és most nagyon szeretnéd valamikor megvalósítani? Húha! Igazából én azt gondolom, hogy úgy rendben van az életem, tehát hogy olyan kimondottan nincsenek nagyra törő vágyaim. Az Egyesülettel kapcsolatban is jó helyen vagyunk, ugye most már 3. éve a sportváros biztosítja ugye számunkra a bányászpályán a termet, ami megfelel számunkra. És az eredményeink is jók, az edzői gárda is jó, a magánéletem is rendben van, úgyhogy igazából úgy nagyon nagy vágyaim. Talán az, hogy egy kicsit úgy, ami kimaradt most idén nyáron, hogy nem tudtam nyaralni, ugye egy hétre elmenni, hiszen nemrég költöztünk kertesházba, és most egy kicsit arra koncentráltunk, hogy ezt rendezgessük és csinosítgassuk. Úgyhogy talán ez az, ami most kimaradt, hogy talán megpróbálom majd ősszel vagy szeptember, vagy télen ezt pótolni, ha lehet. Hol látod magad 10 év múlva? Hát, ott lesz a 10 éves unokád először. Igen, az valószínű, és remélem, hogy még futkozik körülötte néhány, hiszen van még ugye egy 21 éves fiam is, úgyhogy valószínű, hogy ez benne lesz a pakliban, hogy lesz néhány unokám, de nem tudom, ugye a munkámmal kapcsolatban én igyekszem megteremteni a feltételeket, hogy majd át tudjam adni valakinek, valamelyik tanítványomnak, aki most már felnőtt korú, és folyamatosan vesznek részt képzéseken, illetve többen a testnevelési egyetemre készülnek majd. Tehát ez még idő, amíg ő belőlük edző lesz, de szeretném ezt megélni, és látni, hogy valakinek nyugodt szívvel át tudom majd adni azt, amit közösen felépítettünk itt a szülőkkel, gyerekekkel, edzőkkel együtt. Nyaralásra akkor nem volt idő, viszont valamiféle aktív kikapcsolódása biztosan, hiszen legutóbb például a strandon találkoztunk. Igen. Strandra és Balatonra járunk sokat, illetve most nagyon készülünk, mert még a jövő héten megyünk Balatonszepezre az aerobikosokkal. És ezt 3 évvel ezelőtt kaptuk ezt a lehetőséget, és ma már ott tartunk, hogy nem csak gyerekekkel megyek, hanem szülőkkel is, egy ilyen kis közösségépítő, csapatépítő hétre, ami abszolút élménytábor, itt nem szeretnénk edzeni, maximum futni reggel egy kicsit a Balatonparton, de rengeteg közös játékot találtam most ki,
amibe be fogom vonni a szülőket is, és már kérdezgetik, hogy mit fogunk csinálni, és mondtam, hogy ezt majd megtudjátok a jövő héten, hétfőn. Úgyhogy erre most nagyon készülünk. Ez egy picit pihenés is, egy picit munka is, egy kicsit csapatépítő tréning is, úgyhogy erre nagyon készülünk most a jövő héten. A tanulmányaidat milyen területeken tudod még kamatoztatni az életben? Akár a pedagógiát, akár a pszichológiát, a mozgásterápiát, ezeket azért jól össze lehet igen, úgy igen, gyúrni. Ez szerintem össze is fonódik. Én nagyon örülök, hogy pedagógusként kezdtem a pályafutásomat, mert szerintem edzőként ennek nagyon nagy hasznát veszem. A legfontosabb, hogy a gyerekek ugye biztonságban érezzék magukat, egy bizalmi kapcsolatnak kell kialakulnia, és a pedagógiai tanulmányaim és eleve a gyerek szeretetem, ez segít ebben a munkában. Észrevettem például nem is olyan régen, hogy szokásunká vált, hogy öleléssel üdvözöljük egymást, és a nagy felnőtt tanítványaim is odajönnek és megölelnek, és ez szinte minden edzés elején így van. Pláne, hogyha kimarad egy-két hét, akkor még szorosabb az ölelés. És ezt talán tudatosan is alakítottam így, hiszen amikor még óvónőként dolgoztam, ugye beszoktatós időszakban volt, hogy egész délelőtt ölelgettem a gyerekeket. Száj volt. Kevés volt a karom és a térdem, hogy ugye megvigasztaljam őket, és ez talán onnan ered. Én egy ilyen ölelkezős típus vagyok, és ezt átragasztottam a gyerekekre is, és ennek nagyon örülök. Mert ők is ugyanígy egymással is ilyenek, és a kisebbekkel is. Hát a pszichológiai tanulmányaimat szintén nagyon jól tudom alkalmazni, hiszen nem csak a sikereket, de a kudarcot is tűrni kell a gyerekeknek, hiszen sok év kemény munkája az, mire sikereket el tudnak érni, és nagyon sokszor elmegy a kedvük, és át kell segíteni ugye, tanultunk sportpszichológiát, és át kell segíteni a gyerekeket ezeken a nehézségeken, és motiválni kell, mindig kell valami kis apró feladatot. Vagy például nagyon jók erre a fellépések, hogy ott megmutathatja magát, úgyhogy nincs tétje. És kap visszajelzést. Igen, és tapsot, igen. Újongást, és akkor tényleg azt gondolja, hogy én ezt jól csinálom, és tényleg jól csinálja, mert egyébként nagyon pici múlik az, hogy valaki sikeres lesz, tehát nagyon pici kis, apró kis dolgokon, amitől szebb lesz majd ugye egy koreográfia. Vagy mondjuk, akinek nehezebben megy egy elem megtanulása, ott is rengeteg türelemre van szükség, támogató segítségre, úgyhogy ezeket úgy érzem, hogy azért megkapják tőlem a tanítványaim. És hát a mozgásfejlesztés az hát nagyon széles körű tanulmányaim vannak ezzel kapcsolatosan, hiszen tudom azt, hogy melyik elemhez, melyik izomcsoportot kell ugye erősíteni, vagy odafigyelni arra, hogy melyiket ne dolgoztassuk túl. Tehát például az erősítő foglalkozásokat is úgy állítjuk össze, hogy nem csak egy-egy izomcsoportra, hanem mindig ugye átmozgatjuk az egész testet, hiszen nem jó az, hogyha egy-egy izomcsoportot egy órán keresztül folyamatosan dolgoztatunk. Egyrészt az ízületeket is terheljük vele, és tönkre is mehetnek, úgyhogy ilyen szempontból, meg hát az izomcsoportok ismerete, a csontok ismerete, tehát hogyha oda jönnek hozzám, hogy ez fáj, az fáj, amaz fáj, én már mondom, hogy mi fáj, hol fáj, és hogy mit csináljál, hol nyújtsál esetleg, vagy hol lazítsál, úgyhogy tudok ilyen szempontból is segíteni nekik, és hasznos segítség, úgy érzem. Említetted, hogy nagyon sokat kell folyamatosan képezni magadat, hiszen ez egy nagyon változó sportág, és ebben is mindig újat kell igen. mutatni. Mi az, amiből tudsz merítkezni? Hát szerencsére a Magyar Tornaszövetség mostanában nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy továbbképzéseket szervezzen az edzők részére, és én ezeken megpróbálok mindig részt venni, és szívom magamba ugye a dolgokat, hogy elég bonyolult a szabályrendszer, ezt már említettem. Van, hogy belefutunk hibákba, így is, hogy alaposan átolvassuk, több edzővel együtt átolvassuk, és így is történtek olyan dolgok a versenyen, amik bosszantóak, mert apróság viszont félpontos levonást jelentett ugye annak az egységnek. Úgyhogy ez ilyen továbbképzéseken mindig megpróbálok részt venni. Meg hát ugye meghallgatom a körülöttem lévő edzőket is. Meg hát ha kérdezek, akkor természetesen válaszolnak. Nagyon-nagyon sokat tanulok.
Horváth Péter, ugye az akrobatika, torna akrobatika edző, aki maga is tornász versenyző volt, és Ausztriában a válogatottnak volt az edzője, és a rengeteg hasznos tanácsot ad, hogy hol kell egyáltalán elkezdeni a dolgokat, hogy ugye egymásra épülnek, és nem lehet egyből cigánykerekezni, vagy egyből mondjuk bógnizni, vagy kézen állni. Szaltót ugrani, ennek megvan a folyamata. És én ezt próbálom, ugye megkapom ezekhez az instrukciókat, hogy amikor ő nincs itt, hogyan fogjak hozzá például óvodás korosztályban, mert el kell kezdeni ezeket a dolgokat, abszolút egymásra épülnek, és hogy meglepődnek az óvodáskorú gyerekek szülei, hogy kézen álltok. Hát igen, kézen állunk. Úgy sincs még félelem érzet az óvodás gyermekben. Kézen állunk, és majd cigánykerekezünk, és mindent csinálunk, de ehhez tényleg kell egy megfelelő szakmai háttér. Én soha nem szégyeltem segítséget kérni, és szeretek a nálam okosabb emberektől tanulni. További sikereket kívánunk nektek, és a magánéletedben is. Nagyon szépen köszönöm. Sok sikert az új szerephez, a nagymamasághoz. Köszönöm szépen ezt is. Tartsanak velünk továbbiakban is, Leszter, a nyáron viszontlátásra.